A kiválasztottak titkos tudása második és harmadik része már megrendelhető a szárazgyörgy.hu oldalon. Száraz György munkáit és programjait megtalálod a www.szárazgyörgy.hu oldalon. Boldog napot! Szeretettel köszöntünk benneteket Domával. Szia, Doma! Szia! Sziasztok! Szeretném, ha beszélgetnél velem ma az új emberiségről, illetve az új földről, mert hogy alapvetően ezeket a videókat abban a szellemiségben vesszük föl, ez nem titok, hogy mi nagyon jókat beszélgetünk, immáron évek óta, és ezt tesszük most is, és azt mondjuk így, hogy szeretnénk, hogyha mások is ebbe bele tudnának egy kicsit kapcsolódni, bele tudnának pillantani, vagy éppen hallgatni, és mindenki kiválasztaná azokat a részeket, gondolatokat, amelyek számára sokat jelentenek. Úgyhogy próbáljuk ezt a lehető leglazábban, legfesztelenebbül átbeszélni, kibeszélni magunkból, illetve egymással eszmecserét folytatni. Az új emberiség és az új föld az alapvetően már egy évekkel ezelőtt megszületett koncepció volt. Azok az égi felemelkedett mesterek, azok a vezetők, azok a szellemi hierarchiához tartozó fantasztikus lények, akik a sorsunkat irányítják, már úgy döntöttek évekkel ezelőtt, hogy meg fogják változtatni a földnek a rezgéseit. És ennek szellemében tettek bizonyos lépéseket. Egészen konkrétan, ha meg kellene jelölni egy időpontot, mert itt azért sokféle időtartamot be lehetne lőni, akkor én azt mondanám, hogy valamikor 2017 karácsonya környékén indultak el azok a bizonyos változások, amelyeknek utána kibontakoztak és fizikai szinten is megjelentek a hatásai. Tehát azt lehet mondani, hogy az emberiség különböző fejlődési időszakokon megy keresztül. Ezek közül az utóbbi években, mondjuk az utóbbi 4-5 évben szinte mindenki észrevette, hogy gyorsul a tempó, az események is, az eseményeknek a hullámai, tehát a bennünket ért hatásai, szinte minden embert, minden lelket megérintenek. Ez tulajdonképpen egy váltás, amely a mi életünkben el fogja hozni azt a fajta korszakváltásnak nevezett óriási átalakulást, aminek most még csak az előszobájában tartózkodunk, vagy az elején járunk. És ezt szeretném első körben akkor megpendíteni, és kíváncsi lennék a véleményedre, bármilyen, tehát intuitív módon, ami éppen eszedbe jut ezzel kapcsolatban, hogy mi a véleményed arról, hogy a Földnek a tervek szerint, az isteni tervek szerint egy teljesen új energetikája lesz. És ezzel az energetikával együtt minden teremtmény, kivétel nélkül, meg fog változni. Igen, én is azt gondolom, hogy most a 2017-et említetted, de valószínűleg ennek már volt egy előzménye. De egyébként durva, mert így az én életemben is 2017 fele kezdődtek el változások, úgyhogy nagyon nagy a párhuzam. De ja, úgyhogy most ezt mértem erre rá. Aztán azóta is ugye láthatjuk, hogy egyre ugye fokozódnak az események, és hát tényleg az előszobában vagyunk legalábbis szerintem. Illetve el az előszava. El tudod képzelni azt, hogy minden ember, minden élőlény, de most szorítkozzunk az emberiségre, minden értelmes, intelligens élőlény itt a Földön egy nagyon komoly változáson fog keresztül menni, akkor is, hogyha most ő ezt nem hiszi el. Hát szerintem mindenképpen. És szerintem már ezen viszont elindultunk, tehát azért láthatóak azok a tendenciák, hogy például akik foglalkoznak magukkal, már most nem ugyanott tartanak, mint évekkel ezelőtt, de egyébként megvan az esély most is arra, hogy valaki elkezdje mondjuk önfejleszteni vagy fejlődni. Így van. És ugye ez most az emberre vonatkozik. Hát hogy az állatok, vagy mindenféle más élőlény, én azt gondolom, hogy azok az energiák, amik körülöttünk vannak, azért nagyban befolyásolják a mi természetünket is, úgyhogy mindenképpen. Maradjunk az emberiségnél. Minden embernek van aurája. Ez az aura, ez akár akarjuk, akár nem, ez egy nyitott rendszer, és egy kölcsönhatásban áll a környezetével. Úgy is, mint emberi aura az emberi aurával, aura, mármint emberi aura természettel, illetve, hogyha elfogadjuk azt, hogy a természet az messze nem csak a három térdimenziós világból áll össze, hanem mondjuk magasabb síkok is alkotják, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy az auránk egyes burkai, illetve az egyes testei, ez a kettő fogalom egyébként nem azonos, más és más létsíkokkal, és ezáltal más és más energiamezőkkel áll kapcsolatban. Most képzeljük azt el, hogy valaki odaföntről megváltoztat, most a részletekben nem fogunk elveszni, megváltoztat valamit.
Például áthangolja. Olyan ez, mint amikor a rádió adót tekergetjük, és keresünk egy új, mondjuk egy vételi körzetben egy új hullámhozt, és ez az új hullámhoz fog onnantól kezdve áradni a rádióból. Akkor mindenki, aki azt a rádiót hallgatja, annak a hullámhoznak a hatása alá fog kerülni. Ehhez hasonlóan, vagy még egyszerűbb példával élve, mondjuk vegyük alapul a napot. Ha a napnak megváltozik bármilyen értelemben a kisugárzása, tehát az, ami a földet elér és a földön élő minden egyes élőlényre hatással van, akkor onnantól kezdve az élőlényeknek is megváltozik a kisugárzása, hiszen a nap már csak méreténél fogva is, és energiáinál, tehát a szoláris energiáinál fogva is, folyamatosan élettel, fénnyel, meleggel tölti fel, és látja el, és táplálja az emberiséget. Ha úgy vesszük a fényt, mint egy vívő frekvenciát, tehát egy olyan valamit, amin keresztül különböző információkat és energiákat lehet továbbítani, akkor nagyon könnyű elképzelni ezt, hogy például a napon keresztül meg lehet változtatni az emberiségnek az auráját, illetve a kollektív, nem csak tudattalanját, hanem energiamezőjét. Erről mi a véleményed? Hát igen, ez tök logikus, tehát azért bárhogy is nézzük, a legmeghatározóbb bolygó vagy csillag körülöttünk az a nap, tehát mi függünk igazából tőle, pontos. És nem fordítva. És ugyanez igaz ugye az energiamezőkre, amik hát várhatóan változni fognak, úgyhogy én szerintem... Egyébként hétköznapi értelemben tulajdonképpen az évszakok tavasz, nyár, ősz, tél, és nyilvánvalóan a féltekéken más és más felállásban és sorrendben, de tulajdonképpen nagyon jól tükrözi, nagyon jól reprezentálja a napnak a különböző változásait. Én most arról beszélek, hogy nem csak a megszokott évről évre történő átalakulások mehetnek itt végbe, hanem, és ez már mondom évekkel ezelőtt elindult, az az alapfrekvencia, ami egyébként jellemző volt minden tavaszra, mármint itt Magyarországon, és nyilván ezt el lehet mondani más térségekről, az az alapfrekvencia, ami aztán a tavaszból átfordult nyárba, és nem folytatom őszbe és télbe, ez most már évről évre változik. És ez, ha hiszük, hanem átprogramozza elsősorban az energia mezőnket, ezen keresztül a tudatosságunkat, tehát meg lehet figyelni az elmúlt években, mennyire magasra, illetve mennyire mélyre tudott emelkedni, illetve süllyedni nagyon sok embernek a tudatossága, és ezen keresztül, ha hiszük, hanem nyilván, aki ebben a dologban jártasabb, az már ezt magától értetődőnek veszi, a sejtjeinknek is a rezgéseit. És itt jön az izgalmas rész, hogy ebben az időszakban, tehát az elmúlt 5-6 évben különösen, de egyébként 2000-től kezdve már ez megfigyelhető, egészen más genetikájú gyermekek születnek. És itt gyorsan elmondanám, hogy a genetika az ebben az esetben nem csak egy egyszerű biológiai fogalmat vagy tudomány ágat takar, hanem ez kimondottan a géneknek, tehát a különböző besűrűsödött kis fénykvantumoknak a titkait foglalja magába, tehát ne egy ilyen tudományos genetikát vegyünk csak alapul, hanem egy spirituális genetikát, bármennyire fura, és ezeknek a különleges genetikájú, ma már nem feltétlenül gyermekeknek, hiszen bármennyire megrázó ez, de te is közéjük tartozol, tehát a Z-generáció az már abszolút beleesik ebbe a kategóriába. Ezek az úgynevezett génjei, azért mondom így, mert nyilván mást értünk mi alatta, mint az átlagtudós. Tehát azt mondanám, hogy ezek a bizonyos gének olyan titkokat, információkat és képességeket rejtenek magukban, amelyeket korunk energetikai változásai elkezdenek fokozatosan megnyitni. Szerinted mi befolyásolja, mi az, ami megnyithatja ezeket? Akár belülről, akár kívülről. Hát én azt gondolom, hogy olyan események leginkább, vagy inkább én most a körülményekre gondoltam első körben, hogy olyanok jönnek, tehát nem várt vagy szokatlan dolgok, ugye kihozhatnak az emberből egy sokkal mélyebb szintet, vagy hát rezgést tulajdonképpen, és az lehet, hogy egészen eltér az alaprezgésünktől, és nem is ismerjük ezt a... Mire gondolsz? Most itt alapvetően szerinted ezeket a rejtett, vagy génekbe rejtett, kimondottan ezekre gondolok, képességeket, vagy információkat, legyenek azok akár előző életből hozott információk, akár a sejtjeinkben eltárolt, mondjuk így a kollektív tudattalamban amúgy jelenlévő minden emberre jellemző információk, pozitív vagy negatív hatások fogják ki
hozni, felszíre segíteni? Hú, én azt gondolom, hogy mindkettő. És akkor az egyéntől is függ szíves, hogy tehát mi az a negatív hatás, ami szerinted aktiválni tudja ezeket, és mi a pozitív hatás? Hát én első körben itt a félelem és a szeretetre gondolok, vagyis hát a két pólusra igazából, ami a világunkat felépíti. Tehát a fényes oldal az az, hogy igazából a jó részünk kerekedik felül egy ilyen esemény, vagy bármilyen történés után, vagy pedig inkább a félelem, ami szerintem kevésbé szerencsés, de... Én azt gondolom, hogy ami félelem alapú, általában nézd meg, az olyan hideg, rideg, az összehúzza, bezárkózottá teszi az embert inkább. Ami pedig szeretet alapú, vagy harmónia alapú, az pedig kinyitja, az pedig emeli az embert. Úgyhogy vegyük észre azt, hogy a világban noha még csak kisebb amplitúdóval zajlanak ezek az energetikai változások, már kezd két részre oszlani a társadalom. Az egyik fele, és ez persze még változhat menet közben, de az egyik része, nem mondom, hogy pont a fele, az egyik része a mai emberiségnek alapvetően bezárkózik és fél. Az most teljesen mindegy, hogy milyen külső körülményektől teszik függővé magát. A másik fele pedig azt mondja, hogy csak azért sem, én ebben nem hiszek, én ezt nem fogadom el, hogy csak ez az egyetlen út létezik, hanem az önmegvalósításnak én egy emelkedettebb, egy harmonikusabb, egy szeretettelibb, egy spirituálisabb, egy felemelkedést eredményező változatát választom. És ebben az esetben én azt gondolom, hogy ő rájuk vár az elsősorban, hogy ki tudják majd hozni magukból a legjobbat, az eredeti. Igen, hogyha el akarjuk osztani a társadalmat ebből a szempontból legalábbis, hogy megállapítani, hogy ki merre, valószínű, hogy kinek merre dől a mérleg, akkor én is ezt gondolom. És itt jön be még az, hogy mire megy ki ez az egész játék. Persze ez nem játék, ez az életünk, de meg kell azt is valahol tudnunk érteni, hogy isteni szemszögből nézve az élet lényegében egy játék. Játéka azoknak a halhatatlan lényeknek, és végső soron a mindent átható egyetemes tudatnak, akinek Dante, igen, Divide Comedia, isteni színjáték, akinek mi a részei vagyunk. És hogyha nem ego központúan nézzük ezt a kérdést, hanem lélek alapon, vagy lélek szemszögből közelítünk e felé, tehát a valódi spiritualitás szemüvegén keresztül próbáljuk ezt az egészet így értelmezni, feldolgozni, elfogadni, valamilyen módon a javunkra fordítani, akkor végülis azt látjuk, hogy a réginek nagyon úgy néz ki, hogy a régi rendszernek mennie kell. Tehát meg kell szűnnie annak a fajta, most már mondhatom azt, hogy előző korszakhoz tartozó teljes felépítés építménynek, vagy nevezzük, amit akarjuk, és el kell törölnie valaminek. Mert hogy magától úgy néz ki, hogy az emberiség nem hozta meg azokat a lépéseket, azokat a döntéseket, így elit szinten, vezetői szinten, amelyeknek a hatására fel tudták volna emelni, fel tudták volna ébreszteni, fel tudták volna rázni a rájuk bízott, a sorsáltal rájuk testelt felelősség tudatában az emberiség egy-egy csoportját. Tehát hogyan valósítható mindez meg? Ez a fő kérdés. Hát én azt gondolom, hogy így az embernek egyéni szinten az önfejlesztés vagy önbeavatás útját kell járnia, és saját magát kell felszabadítani ebből a szempontból. Okay. Hogy a negatív erők már azért ne úgy hossanak el. Uh-huh. Én arra gondolok, hogy mivel mi egy szimbiózisban élünk, a tágabb értelemben vett és több síkú univerzummal, ezért én arra gondolnék, hogy ha a bolygónk rezgését megváltoztatják, már pedig egyértelműen változik, be kell kapaszkodni, most mindenkinek emelkedik a rezgése. Tudom, a világban most pont nem ezt tapasztaljuk, de itt válik el a pejva a búzától, és ez egy több évig tartó átmenet lesz. És most, amikor vannak, akik a félelmet generálják, táplálják, és csatlakoznak sajnos hozzá, mert nem tanították meg őket, hogy kell félelemmentesen gondolkodni, érezni. Hát kövessetek minket, és akkor meg tudjátok, hogy kell ezt csinálni. Azok sajnos lemaradnak, leszakadnak, és azok, akik pedig megtáltosodnak, értenek az idők jeleiből, azok pedig elkezdenek önmagukban, ahogy Doma is említette, önmagukat megismerve, megértve,
beavatva, elkezdenek fokozatosan a problémák fölé emelkedni. És itt fog elválni tulajdonképpen ez a kettő egymástól, tehát nem egy isteni személy fogja megmondani, hogy fiam, lányom, te most ebbe vagy abba a kategóriába tartozol, hanem mindenki magán, maga lesz tulajdonképpen a saját mérlegének az okozója, ha szabad. Mindenképp, és lehet, hogy az a gond, hogy lehet, hogy nem is veszi észre eleinte. Tehát, hogy akkor valaki rá valamelyik útra igazából, mert azért mégiscsak itt előbb-utóbb elágazik a kettő. Igen. Azt például, hogyha a félelem útját járja, akkor igazából azt nehéz észrevenni, vagy nehéz abból kihozanodni. Két dolgot fűzök hozzá. Igen, az egyik az, hogy ezt hívom én öntudatlanságnak, hogy öntudatlanul enged teret a különböző negatív, romboló, lehúzó tendenciáknak. A másik, hogy ezért vagyunk mi. Ezért vagyunk mi itt, és ezért vagytok ti hozzánk hasonlóak, mert a nézőink nagy része, bármennyire furcsa, de hasonló-hasonlót vonzza elv alapján, rezonál arra, amit mi mondunk és képviselünk, és ezúton is köszönjük, és kérünk benneteket, hogy tegyétek ti is közkincsé ezt, amit mi most itt mondunk, mert nem magunk miatt tesszük elsősorban, amit teszünk, hanem azért, hogy minél több embert megpróbáljunk rávenni, rávezetni arra, hogy igen, ébredjen, igen, tartson ki, és vállalja fel, hogy ő tulajdonképpen a szeretetből született, és a szeretetet kívánja megvalósítani akkor is, hogyha egyébként a világban egyre nagyobb a sötétség. És az pedig, hogy hogyan fog ez megvalósulni, nyilván a mi nyitottságunk, fogékonyságunk, együttműködőkészségünk elengedhetetlen hozzá, de ne felejtsük azt el, hogy az emberiségnek vannak őrzői. Az emberiségnek vannak olyan nevelői, tanítói, vezetői, nem emberek, tehát nehogy valaki félreértse, hanem komoly spirituális, illetve magasrangú szellemi lények, akik úgymond a szívükön viselik a mi sorsunkat, és ha eljön az idő, akkor beavatkoznak, most éppen még egyelőre az energiák igen. szintjén. Szerencsére én is van, úgyhogy ez megnyugtató. Láthatatlan sírva. Meg azért sokan szerintem csak a negatív oldalt nézik, vagy nem is tudom. Reményeztettek. Tehát, hogy azt azért úgy ne feltételezzük, hogy akkor nincsen jó oldal. Pontosan. Hogy ezt így hajlamosak kihagyni néha az emberek. És ezt ne hagyjuk ki. Ne hagyjuk ki. Ne hagyjuk ki, sőt, én azt mondanám, hogy a Föld mágnesessége, ezek a különböző erőterek és energiaterek változnak, ez tehát mutatja azt, hogy elkezdtek egyre nagyobb hangsúlyt helyezni arra, hogy ez a korszakváltás bekövetkezzen. Az eleje az nem szép, az rázós. Tehát itt arról van szó, amit már az elején is említettem, hogy a napból való, a napból kiáradó, a napból érkező energiákkal átprogramozzák elsősorban a napból, de most nem akarom ezt bőrére leszteni, hogy még mi minden egyéb módszer létezik arra, hogy ezt megtessék, átprogramozzák magát a Földnek bizonyos erőtereit, ezáltal aktiválódnak azok a különböző erőhelyek, szent helyek, ahol majd mi is el fogunk látogatni egyébként, és amelyek már nagyon régóta, tehát vannak olyanok, amelyek több száz éve nyugvó, tehát zárt állapotban várták, hogy szerephez juthassanak, és ez számunkra azért jó, mert hogyha ezeket a helyeket felkeressük, és megint leszűkíteném a dolgokat Magyarországra, illetve a Kárpát-medencére, hogy itt is, persze a világ más területeire is ez ugyanúgy igaz, de minket most legyünk ennyire önzőek, hogy úgy mondjam, elsősorban ez érdekel, tehát hogyha most valaki ezekre az erőhelyekre, erőterekbe, mi is hívjuk őket, ellátogat, akkor onnantól kezdve az energia szintjét minden egyes alkalommal, amikor ő ezeken a helyeken töltődik, elkezdheti növelni. És ezek a növekvő, erősödő energiák lesznek azok, amelyek a kaotikus, félelem alapú és félelem keltő energiák fölé fogják tudni helyezni őt mind tudatilag, mind lelkileg. Igen, olyan ez, mint egy turbó, nem? Tehát mint egy lelki üzemanyag. Ez egy lelki nafta, ez egy lelki üzemanyag, hajtóerő, így van. Ami az én nyomalatban, hogyha és valaki... észre is lehet venni, tehát lehet, hogy valaki még ma ezt nem feltétlenül érzi, de mondok néhány példát, hogy ugyan lehet észrevenni, például megváltozik nagyon sokszor az embereknek az álomélete. Hát igen. Tehát az éjszakai, igen. mondjuk így időszak, amikor alszanak, nagyon sokszor olyan dolgokat álmodhatnak, amelyek már a korszakváltásra készítik fel őket. Vagy éppenséggel van olyan, hogy üzeneteket kapnak. Vannak, akiknek konkrétan tanításokat adnak át bizonyos lények. Van, aki csak nem tudja, hogy miért, de
sokkal tompábban és kicsit már zavartabban kell fel, mert vannak az éjszakai látogatói, vagy nekik is szentelünk külön műsorokat, akik valóban foglalkoznak velük, tehát olyan, mintha lenne egy nappali élete az embernek, meg lenne egy éjszakai élete is. De mondhattam volna azt is, hogy a hétköznapi tudatosság számára is változnak az emberek elképzelései. Mások a témák, mondjuk egy családi összejövetelen, baráti. Igen, most már megjelennek olyan témák, amik eddig egyébként nem is tök érdekes, hogy olyan, aki tényleg abszolút nem volt nyitott. De erre most már az is van abszolút saját példám erre. Nagyszülők, meg ilyesmi. Tehát olyan témák. És az osztálytársak? Hát azért ők is, meg azért úgy látnak engem, stb. Szóval ebből a szempontból legalább a videókra gondolok. Uh-huh. Úgyhogy mindenképpen menne, van ez így a kollektív tudatomban. Nagyon jó. És hát változni. Aztán előbb-utóbb egyre nagyobb teret kap, úgyhogy. Igen, és ugye, hogy változnak az álmaink, tehát valaki, mintha hangolna a tudatalattinkat, ezzel erre céloztunk, aztán változik a tudatosságunk, itt a mindennapi beszélgetésekre utalnék vissza, és van még egy hatása, ez pedig, hogy a természeti erők, a természeti megnyilvánulások is, vegyük észre, hogy az elmúlt néhány évben, mintha megváltoztak volna, mintha valaki odaföntről felkorbácsolta volna őket, akár a földelemet vesszük alapul. Hát igen. Vulkánkitörés, földrengés. Azért elég sok, vagy földrengésből például. Azt kifejezetten figyeltem, mert mi azért úgy készülgettünk rá, vagy legalábbis tudtam, hogy figyelni kell erre, és azóta tényleg több van. Ugye? Hát az elmúlt egy-kettő évben mondjuk. Lapápám, ugye? Most csak mondtam valamit. Hát én így nem tudom név szerint, de jó, voltam. Én jártam a Hati vulkánnál, ugye? Pacayának hívják, Guatemalában található, ott folyt le, néhány nappal korábban tört ki, az izolába fölött álltam, tehát azt megérezni, mi az, nézzétek meg azt a videót, szintén fel van a YouTube csatornámon, tehát nyugodtan... Meg a profilkép is. Meg a profilkép is egyébként ez, de mondom, nagyon sok ilyen jellegű információt találhattok a neten, és nem akarom húzni az időt, csak szerettem volna végül is, hogyha Domával egy kicsit beszélünk arról, hogy végül is mindenkinek van egy olyan lehetősége, hogy ezekkel a változásokkal, ezekkel az új energiákkal összhangba kerüljön. Én mindenkinek, illetve mondhatom, hogy mi mindenkinek azt ajánljuk, hogy kerüljön harmóniába magával, és hangolja össze a saját sorsát ezekkel az újfajta erőkkel. Tudjuk, hogy ez nem feltétlenül könnyű, mert a változás nagyon sokszor nem kényelmes. Rendben van, ezt elfogadjuk. Ez biztos. De a felrázó, az egyértelműen motiváló, ösztönző hatások most már talán mindenki számára egyértelműek. Remélem, hogy egyetértetek velünk abban, hogy nyilvánvalóak mind az egészségügyi helyzetből fakadóan, mind a háborús helyzetből fakadóan, mind a természeti katasztrófákból, és a gazdaság és az ezzel együttjáró gazdasági társadalmi forrongások és válságok végeérhetetlen sora után, és még mondom, csak az előszónál tartunk, tehát tessék szeres lenni érteni a jelekből, ha kérhetem. Tehát mindezekből érthető, illetve kiviláglik, illetve én ezekkel bizonyítom azt, hogy mi bizonyítjuk azt, hogy egy új, megváltozott energetikai föld születik. És ez az új energetikájú föld, ez egy újfajta tudatosságot hajlamosít, újfajta tudatosságba akar minket felemelni. Minden olyan dolgot, ami nem emelhető át, ami nem vihető át az új korszakba, azt tegyünk le, hagyjunk itt, engedjük el, cseréljünk le, és még tudnék egyéb szinonimákat mondani, mert annál könnyebb lesz nekünk ezeket a változásokat átélni és megélni. Úgyhogy ez lenne szerintem az új föld, az új emberiség című kis műsorunknak az egyik összefoglalója, és én azt gondolom, hogy ha hozzáfűznél valamit, akkor nyugodtan, bátran, mert te annyi intuitív vagy, és annyi mindent szoktál mondani, tudom, hogy bátran. Beszívom, de most egyébként ennyi. Jó, rendben van. Tehát a belső átalakulások, legyenek azok apró felismerések, legyenek azok nagyobb horderejű életmódbeli változások, ideje elérkezett, úgyhogy ti is lépjetek a jó irányába, a fény irányába, változzatok. Mi is ezt tesszük, és azért fogjuk ezeket a videókat a jövőben folytatni és készíteni, és azért fogunk majd ellátogatni nem titkolt módon nagyon-nagyon sok komoly
energiájú, nagy energiájú, kitüntetett, nem feltétlenül csak szent, tehát, hanem jó energiájú helyre, ahol mi töltődni fogunk, el fogjuk mesélni, hogy hol vannak ezek a helyek. És van belőle bőven. És tele van vele Magyarország. Ja. Azért, hogy a figyelmetekbe ajánljuk, arra fogunk buzdítani benneteket, hogy ti magatok is kerekedjetek fel, lehetőség szerint ne egyedül, hanem ismerőseitekkel, barátaitokkal, hasonló gondolkodású emberekkel, keressétek fel ezeket a helyeket, töltsetek el ott néhány percet, mondjuk 20-30-40 percet, de ezt mondjuk is mindig elmondjuk, és közben a lehető legjobb módszerekkel szívjátok magatokba az új kor energiáit, az új föld energiáit, és ezáltal is nem csak magatokat, ne csak magatokat, hanem környezeteket is emeljétek, nemesítsétek. Ez jó végszó volt. Rendben. Akkor nem maradt más hátra, mint megköszönni a kitüntető figyelmeteket, illetve felhívjuk arra is, vagy megkérünk titeket arra, hogy tényleg nagyon sok munkát szoktunk belefektetni egy-egy ilyen videóba, illetve nagyon sokat fogunk utazni is, pontosan azért, hogy a saját fejlődésünkön túl titeket is segítsünk, és mindössze annyit szeretnénk kérni tőletek cserébe, ha úgy tetszik, hogy ti pedig nyomjatok rá azokra a gombokra, amelyeken keresztül ezt meg tudjátok osztani, és minél szélesebb körben el tudjátok terjeszteni. Mi is tesszük a dolgunkat, legyetek ti is a mi kollégáink, társaink ezen az úton, és ti is terjesztétek ezeket, ha és amennyiben egyetértetek vele. Hamarosan jelentkezünk újabb videóval, és amint beköszöntenek az új energiák, ez nagyjából 2022. március 19-20-a környékétől már egyértelműen esedékessé válik, akkor pedig már olyan videókkal is fogunk jelentkezni, amelyek az újfajta energiáknak a lelőhelyeire fognak titeket elkalauzolni. Köszönjük a figyelmeteket, búcsúzunk, boldog napot! Szia, Anna! Első körülbelül megszeretnék mindegy úrgáról, hogy valami napi fájdalmat aktuálisan van-e? Nincsen, hál' Istennek semmi, kicsit a vállam. Én még ilyet nem tapasztaltam, pedig szeretek masszörhöz járni. Gyógymasszázsra jártam eddig, és ez a masszázs, ez mindent felülmúlt. Testileg, lelkileg egyaránt, még most is egy kicsit nehezen találom a szavakat, mert még nagyon a hatása alatt vagyok. Hát még most egy kicsit más világban is vagyok. Nagyon jól éreztem magam, nagyon profi, kellemes, nyugodt, és nagyon jó légkörben zajlott ez a masszázs. Köszönöm még egyszer, úgyhogy biztos, hogy találkozunk még masszázs tekintetében.